Jó estét kívánok! Ma is jelentkezünk az Ózdi Városi Televízió kulturális magazinjával, a Kaleidoszkóppal. E heti adásunk vendége Farkas Péter Barnabás alpolgármester lesz, akivel arról beszélgetünk, hol tart a légópince projekt, de más témákkal is foglalkozunk. Tartsanak velünk! Hamarosan helyükre kerülhetnek a légópince kiállítási tárgyai. Több online program is színesítette a házasság hetét. Február 9-én tartották a biztonságos internet napját. Folyamatosan zajlik az ívúti légópince kiállítási tárgyainak feldolgozása. A polgári védelemmel, illetve a légvédelemmel kapcsolatos relikviák leltárba vételük és tematizálásuk után kerülhetnek végleges helyükre. Az előzetes tervek szerint ez tavaszra fejeződhet be. A nyitás azonban a járványhelyzet függvénye, így egyelőre még bizonytalan, hogy a tárlat mikor válik elérhetővé a közönség számára. Ám ezen kívül talán arra is sokan kíváncsiak, hogy pontosan mire is számíthatnak, ha ellátogatnak ide. Ezt kérdezem mai vendégünktől, Farkas Péter Barnabástól, aki kultúráért felelős alpolgármesterként felügyeli a munkálatokat. Köszöntöm itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, jó estét kívánok! Ugye picit kanyarodjunk vissza az elejére. Ugye a kiállítási tárgyaknak lesz egy helyszíne, vagy hát elkészült egy helyszíne. Mit lehet erről tudni, hol található ez, és milyen keretből, milyen pályázatnak köszönhetően alakíthatták ki? Egy viszonylag régi történet már, hogy egyrészt van egy olyan adottsága Óznak, hogy rendelkezik úgynevezett légoltalmi pincével, amelyet a város története és a gyár története során több ilyen objektumot kialakítottak, elsősorban polgári védelem szempontjai miatt. Ugye itt nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a nehézipar és az az üzem, amely gyakorlatilag itt az Ózd városának a fejlődését és egyáltalán a városi létét meghatározta, több mint 150 éven keresztül mindig is hangsúlyt fektetett arra, hogy a dolgozói, a munkásai azok munkavédelmi szempontokból is védve legyenek. Másrészt előírás is volt, hiszen ugye a nemzetgazdaságnak, az akkori mindenkori nemzetgazdaságnak egy nagyon fontos szegmense volt kialakítani ezt az oltalmi rendszert, amely objektumai megtalálhatóak Úzdon. Eddig is megvoltak, viszont funkciójukat tekintve változás történt, ugye a rendszerváltásnak köszönhetően, illetve a gyár fokozatos leállásának, hiszen az a dolgozói létszám, amely meghatározott mennyiségű és méretű légoltalmi objektumot igényelt, az folyamatosan sorvad, ugye ezek a folyamatok, amelyekre most nem térnék ki, de mindenki ismeri ezeket. Funkcióváltás történt, van, amelyet vállalkozó vett birtokba, bírált ki, vagy vásárolt meg, és gombatermesztéstől kezdve különböző funkciókkal igyekezett megtölteni, és itt volt lehetőségként már évekkel korábban, nagyjából egy 7-8 évvel, hogyha visszamegyünk időben, az akkori tűzoltóság által szervezeti átalakulásának következtében szabadult fel ez a bizonyos objektum, amely az ívúton, az úgynevezett toronyház alatt is kicsit mellette, hiszen ugye egy elég hosszú területen nyúlik be a hegyoldalba ez az objektum, került, mint egy adottság és egy lehetőség a város részére. Már akkoriban gondolkoztunk rajta, hogy mindenképpen meg kellene tölteni funkcióval, ahol az elsődleges szempont az volt, hogy azt a fajta jelleget, amely az elmúlt évtizedekre több emberöltős történelmi múltra tekinthet vissza, azt az utókornak és a jelenkornak is, ugye az elkövetkezendő időszaknak megmutathassuk, hogy mi is történt itt, hiszen egy nagyon érdekes, nagyon fontos és kúrens dolog, és ahogy utaltam is már rá, ugye ez folyamatosan eltűnő félbe került, tehát viszonylagosan kevés van az országban, ahol ezt a fajta, ha lehet úgy fogalmazni, intézményt be tudjuk mutatni. Lehetőség nagyon sokáig nem volt, és pályázat formájában sikerült azt az anyagi forrást megteremteni, ami elsősorban az objektumnak az újrahasznosítását, ha lehet így fogalmazni, újra élettel való megtöltését hivatott szolgálni.
Ez egy úgynevezett CLND-s pályázat, helyi akciócsoport révén, ugye nyilván egy közösségi oldalról történő indukciónak köszönhetően került be nyújtásra ez a pályázat, nyert is, és ennek következtében magának a Légó pincének az alkalmassátétele, a felújítása részben, hiszen nagyjából a kb. Felét érinti ennek az ívúti légópince résznek a felújítása, de ez volt a legfontosabb, hogy egyrészt látogatható, biztonságosan látogatható legyen, másrészt pedig alkalmas arra, hogy azokat a műtárgyakat, amelyek jellemzően ehhez az ágazathoz kapcsolódtak, és véleményünk szerint a látogatói réteg számára is érdekesek, be tudjuk mutatni. Nagyjából egy ilyen 8-10 évvel ezelőtt kezdődött ezeknek az anyagoknak a gyűjtése. Albert Marian, katasztrófavédelemnél dolgozó hölgy volt az, akivel közösen elkezdtük annó ezeket a tárgyakat megmenteni. Kerültek be a múzeumba, és későbbiek során, amikor az úgynevezett digitalizálási programja zajlott itt Ózdon, közfoglalkoztatásban lévő kollégákkal, akkor abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy akkor is gesztorálhattam ezt a munkafolyamatot, irányíthattam azoknak a begyűjtött tárgyaknak az elsődleges feldolgozását, hiszen aki a szakmában nem járatos, az kevésbé tudja, hogy mennyire körülményes ezeknek a tárgyaknak a megőrzése, lajstromba vétele és alkalmassátétele, hogy ezt a látogató minél jobban megértve, kontextusaiban, összefüggéseiben tudja úgymond fogyasztani, hogyha találkozik ezzel a gyűjteménnyel. De gyakorlatilag már akkor volt egy adott törzs anyag. Ami nagyon fontos, hogy a tavalyi év végén sikerült megvásárolnunk egy olyan gyűjteményt, egy olyan magángyűjteményt, ami tematikusan, szisztematikusan úgy épült fel, hogy a különböző korszakokat, tehát a típus műszereknél, az eszközöknél, a polgári védelmi és munkavédelmi eszközöknek egyfajta fejlődés történetét be tudja mutatni. Tehát gyakorlatilag olyan történeti rétegeket, amelyek az alkalmazások során, az évtizedek és generációkon keresztül fejlesztésre, változtatásra kerültek, és ezeket szépen folyamatában tudjuk bemutatni. Mind a mellett egy olyan gyűjteményről beszélhetünk, amelyet háttérdokumentumokkal elláttak, ezeket szintén megkaptuk. Ugye ez azért nagyon fontos, tehát muzeológiai szempontból, mert maga egy tárgy, hogyha előkerül, teljesen mindegy, hogy föld alól, vagy egy gyűjteményből, önmagában még azért kevés, mert magát, a történetét és magát, azt a kontextusát, hogy mire használták, kik használták, milyen időszakban használták, egy komoly kutatómunka és egy komoly utánajárás eredményeként tudjuk abszolválni a látogatók felé. Az a gyűjteményi egység viszont jól meg volt támogatva, viszont fogom megtámogatva ilyen dokumentumokkal, ugye jelenleg is a műtárgyvédelmi kolléganő irányítása mellett és jómagam gesztorálása mentén a múzeumi kollégák végzik ezeknek a műtárgyaknak egyrészt az előkészítését a majdani kiállításba, az objektumba való bekerülése okán, másrészt ugye konkrétan ezeknek a dokumentumoknak a interpretálását, tehát begépelését, digitális formába hozatalát, és a legfontosabb ugye a lajstrom elkészítését, hogy a későbbiekben is, hogyha bárki kutatási céllal, vagy gyűjtemény továbbfejlesztését, tehát újabb gyűjtemény érkezik be, akkor tudja, hogy melyik egységbe kell majd behelyezni azt az adott tárgyat, tehát az egésznek az ismerete, ha úgy tetszik, a komplex kis világa kezd kibontakozni. Nyilván ez egy időigényes és nagyon komoly munkaigényes feladat. Az irányításom alatt a jelenlegi dolgozók, azok ugye elvégzik ezeket a nagyon fontos feladatokat, mellette konzerválnak és állagóvó intézkedéseket folytatnak. Elbenítetsz az, aki például elvégzi ezeknek a műtárgyaknak a konzerválását, és ebben segítenek az ottani kollégák.
a jelenlegi múzeumvezető Olázs Zsolt pedig a digitalizálását azoknak a régi archív felvételeknek, filmeknek, ismertető anyagoknak és leíratoknak, ugye itt ketté lehet nagyjából bontani a dokumentumokat, hiszen volt egy, ami a folyamatos oktatás révén a polgári védelemnél a dolgozók, a munkások és a polgári védelemben résztvevők számára folyamatos volt a tájékoztatás és megtanítani, felkészíteni azokra az esetleges veszélyhelyzetekre a résztvevőket, hogy minél gyorsabban és minél hatékonyabban el tudják hárítani a veszélyt, illetve ugye az életvédelem szempontjából nagyon fontos volt. A másik pedig ezeknek az eszközöknek a dokumentációja, leírata, de nyilván ezeket először szét kellett válogatni, csoportosítani kellett, és a műtárgyakhoz vonatkozásaiban hozzá csatolni. Emellett pedig ugye múzeumpedagógus kolléga is, illetve egy antropológus kolléga is az UMI Múzeumművelődési Intézmények berkeiből szintén feladatot kapott, hogy ennek a komplexitását elősegítsék és dolgozzák. Ugye nagyon sok tárgyról van szó, ezek december közepén, decemberben érkeztek meg az Ózdi Muzeális Gyűjteménybe, ugye Sopronból, ezt tudjuk, és azt szeretném megkérdezni, hogy hány százalékos a feldolgozottság, nagyjából meg lehet-e mondani, hogy ez a tavaszra való elkészülés, a légópince berendezése reális lehet-e? Igen, ahogy így említettem is, tehát hogyha százalékban akarunk, vagy százalékról akarunk beszélni, akkor egy ilyen 75-80 százalékos készültséggel már megvan, hiszen amint említettem, a lajstromba vétel, az előkészítési folyamatok, ugye ami egyrészt állagvédelem, másrészt pedig a kontextusba helyezés, az gyönyörűen szépen és lendületesen végzik a kolléganők, illetve kollégák kolléganők, illetve ehhez kapcsolódóan a korábbi törzsanyag, amelyet már említettem, tehát a több évre visszamenőleges jelenleg raktárban és sokáig raktárban tárolt, pontosan egy ilyen kiállításra váró törzsanyagnak, ehhez az egységhez való hozzáillesztése. Magyarán szólva, vagy magyarra lefordítva a szót, ki kell egészíteni azokkal a korábbi leletekből, korábbi műtárgyakból álló állománnyal azt a törzsanyagot, amelyet decemberben megvásároltunk. Na most egyrészt ennek rendkívül hosszadalmas a folyamata, és rendkívül körültekintőnek kell lenni, hiszen ezek olyan értékek, amelyek reményeink szerint innentől kezdve az elkövetkezendő generációk számára hosszú-hosszú évtizedeken kerül bemutathatóak kell, hogy legyenek. A másik pedig, ami ugye a legfontosabb, hogy alkalmas legyen maga a helyiség. Ugye nyilván megtörtént ez a felújítás, amire ön is utalt, megtörtént ennek az átadása, a műszaki átadása, de mint minden épület esetében, ugye nem ritkán hallani olyanról, hogy átadásra kerül egy új építési társasház, és ott is több hónap, amíg a különböző időjárásoknak, magának a statikai megállapodásának, megállásának az idejét le kell tesztelni, hogy mi az, amikor már tényleg be lehet menni biztonsággal. Na most hasonló ebben az esetben is, és vegyük hozzá, hogy ráadásul egy régi épületről van szó, ami felújításra esett, és nyilván ugye ott a hegyből különböző tektonikai következményeknek és a csapadékvíz átfolyásának következtében ezek a vízszivárgások, ami egy komoly problémát jelentett ugye a légoltalmi pincék életében, hogy nagyon sok volt ezeknél a betörés, ezekre oda kell figyelni, de a legfontosabb, ami meghatározza a nyitás lehetőségét és annak az időpontját, az pedig a jelenlegi pandémiás helyzet. Ugye a kormány olyan rendkívüli joghelyzetet és olyan szabályozott légkört hozott létre, ami nagyon jelentősen befolyásolja nekünk is a nyitásnak a lehetőségét. Magyarra fordítva a szót, a kollégák készen vannak, mi is nagyon-nagyon várjuk, hogy mikor történik meg, mikor történhet meg a nyitás, amint berendezésre kerültek ezek a tárgyak, illetve azok a programok, amelyekkel szeretnénk majd a nyitást követően a közönség felé szolgáltatni. Elkészülnek, ezek már nagyon jó készültségi fokozatban vannak, de nyilván várunk arra a zöldjelzésre is, hogy mikor lehet majd igazából látogatókat fogadni. Kicsit a gyűjteményre visszatérve, ugye mi is beszámoltunk többször róla, hogy voltak egyéni felajánlások is, illetve hirdettek is
a lakosság körében, hogy kik azok az emberek, magánszemélyek, akár cégek, akiknek ilyen jellegű tárgyaik vannak, amik beilleszthetők ebbe a tárlatba, a jövőbeni tárlatra. Erről mondanál nekünk pár szót. Igen, én nagyon köszönöm ezúton is a lakosságnak a közbenjárását, eleve ezt a struktúrált érdeklődést, amelyen nyitottak maga az ügy iránt, és felfigyeltek arra, hogy ilyesmivel foglalkozunk úszdon. Ez azért is nagyon jó visszajelzés, mert az elképzeléseink szerint, hogy ez majd egy jelentős érdeklődésre fog majd lehetőséget biztosítani. Már ez egy visszajelzés volt, hiszen még így az elején már nagyon sokan jöttek műtárgy felajánlásokkal. Az összetételét, tehát amire ön is utalt, hogy kik azok, akik ezeket a felajánlásokat teszik, ezek általában változóak. Azért tudni kell arról, hogy egy-egy műtárgy, egy-egy történeti tárgy, egy-egy muzeális érték esetében szinte regénybe illő ezeknek a sorsa, hogyan hagyatékozódnak, vagy hogyan kallódnak el egy-egy háztartásban, egy-egy cégnél, egy-egy intézménynél, hogyan vannak tudatos megőrzések is, ugye ezek talán a legszerencsésebbek, ahol például most csak egyetlen egy példát kiemelve a Hangonyi Önkormányzattól rendelkezésünkre bocsátottak egy szirénát, egy kézi működtetésű kurblis szirénát, ahol ők tudatosan helyezték el és őrizték meg, aminek mi most nagyon örülünk, mert be tudjuk ezeket mutatni, de más esetben magáháznál felújításkor került elő például egy olyan sebészeti előkészítő asztal, amelyet Angyal Béla képviselőtársam révén sikerült bejutatni ebbe a gyűjteménybe. Tehát ezeknek mind-mind szinte külön története van, hogy ezek a felajánlások, vagy ezek az adott műtárgyak hogyan őrződtek meg, aminek meg nagyon örülünk, hogy végre a gyűjtemény egészében fogják megtalálni majd a helyüket, nem elsősorban a látogatók nagy örömére. Kicsit kanyarodjunk vissza az elejére, ugye a felvezetőben az a kérdés hangzott el, hogy mire számíthat majd az, aki betér ide. Reméljük, hogy minél hamarabb. Tehát mennyire lesz interaktív ez a kiállítás? Ugye manapság már nem a passzív kiállítások korát éljük, hanem nagyon sok egyéb kapcsolódik egy tárlathoz. Milyen programok esetleg, vagy interakciók lesznek itt? Igen, egy nagyon fontos koncepció volt, hogy nem csak egy in-situ kiállítást szeretnénk létrehozni, egy úgynevezett hideg teret, ahol nagyon szépen előkészítve, alapos munkával kiállításra kerülnek majd a tárgyak is, gyűjteményi szekciók jönnek létre, hiszen ugye a tematizálás is nagyon fontos, tehát a gyűjtemény létrehozásánál, hogy azok a műtárcsoportok úgy kerüljenek kialakításra, hogy egy kórházrész legyen, egy oktatószoba legyen, egy gépészeti rész legyen, egy karbantartó rész, mert hogy ezek már eleve megadják a kontinuitását. Tehát a látogató bejön, akkor lát majd egyfajta haladási irányt, ahol szépen elkülöníthető kiállítási installációs részek lesznek. Jött az ötlet, ez nem egy új keletű, hiszen annak idején, amikor a mostani múzeumot, az Úszdi Múzeumot néhány évvel ezelőtt még vezetésem alatt, akkor is egy pályázatból, sikeres pályázatból adódóan sikerült az irányításom alatt megújítani, és létrehozni azt az állapotot, amelyet ma is láthatnak a látogatók. Én már akkor gondoltam arra, hogy egy tematikát kell belevinni, és kitaláltam egy fiktív szereplőt, ez a Forrász János nevezetű, soha nem létezett, de egyébként a történetéből adódóan egy tipikus, egy jellemző ózdi forrasztárnak a történetét mondja el, de nem öncélúan, hanem a kiállítás különböző és óz jellegzetes történeti egységeit felvonultató gondolatfüzérre ráépítve. Konkrétan, hogyha még valaki nem látta ezt a kiállítást, és nem látogatott még el a múzeumba, ajánlom, hogy nézze meg, hiszen nagyon fontos, hogy a gyári uszodától kezdve a különböző üzemegységeken át a lakótelepek bemutatása mind-mind árnyalódik. Ez szükségeltetett egy kerettörténetre. Na most ugyanennek alapján Dobos Adrián kolléganő, az, aki antropológiai végzettsége okán megpróbálja az alap kerettörténethez,
amelyet most nem szeretném lelőni a poént, hogy miről fog szólni ez a történet, de egy abszolút tipikus élethelyzetből és csoportból adódóan fog majd elmesélni egy történetet, és ez viszi végig a kiállítást. Ez azért is fontos, hogy egy kicsit lazuljon az a fajta szakmaiság és az a száraz műtárgybemutatás, ami azért be kell, hogy valljuk, elég szűk rétegre jellemző, hogy struktúráltan csak maga a gépeknek, illetve az eszközöknek a puszta megismerése a célja, hanem egy kicsit szórakoztatni kell, egy kicsit animálni kell ezt. Ez az alapkeret történet fogja meghatározni a terveink és lehetőségeink szerint megvalósítandó szabadulószoba részt is, ami szintén erre a keret történetre, a légoltalmi objektumnak a jellegére, és ennek az egész műfajnak a világára fog majd ráépülni, és múzeumi kolléganő, aki múzeumpedagógusként a fiatalabb korosztály számára olyan tematikát fog majd kialakítani, ami szintén erre a fűzérre van fűzve, és ezt az alaptörténetet fogja majd alapul venni, ahhoz, hogy minél több ismeretanyagot tudjon úgy átadni a fiatalság számára, vagy a látogató számára, hogy közben szórakozzon, hogy ez az egész ne izzadságszagú, hanem egy könnyed dolog legyen. A tematikán, és a szabadulószobánál pedig a tematikát fogja meghatározni. Az az alapfűszert fogja, ami azt a feelinget nyújtja, amitől olyan egyedivé fog válni ez a dolog. Van egy másik része is egyébként ennek a, tehát konkrétan is földrajzileg ennek az objektumnak, amelyet sajnos most a pénzügyi keretekből adódóan nem sikerült felújítani, viszont megfordítottuk egy kicsit a történetet. Hiszen nagyon fontos elmondani azt, hogy az a fajta jelleg, amit hogyha a felújítást megelőzően bárki ellátogatott, voltak, hiszen én is vittem annak idején még gyermektáboros csoportot is be a légoltalmi pincébe, ahol ez a több évtizedes berosdásodott hangulatot adott meg, amely nyilván egy ilyen felújítás okán megváltozik, ez teljesen természetszerű, de annak megvan az adott célja. Viszont most van egy olyan rész, amelyet úgynevezett urbex túráknál szoktak nagy előnyben részesíteni, amit pluszban hozzáad az eredeti épülethez feelinget, az pontosan az, amit az időn rajta hagy nyomot. Na most erre is lesz lehetőség. És véleményünk szerint így válik komplexé ez a látogatás, ez az úgynevezett túra, hogy az igényeknek megfelelően mindenki megtalálja magáit, de összegészében is úgy fogyasztható, hogy abban megvan a tudomány, megvan a történet, megvan a szórakozás, van egy kis hype-olt hűha feeling is, és a további fejlődésnek is a lehetősége, hiszen nem teszünk azért arról le, hogyha további pályázati lehetőségek állnak rendelkezésünkre, akkor azok az ötletek, amelyek most jelenleg még ott vannak a tarsolyba, hiszen mindig az ember igyekszik minél nagyobbat álmodni, akkor azok majd megvalósításra fognak kerülni. Úgyhogy előjáróban én ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy bátran látogassák majd, amint megkapjuk az operatív törzstől, a miniszterelnök úrtól és a kormánytól a zöld lámpát is nyithatunk. Kustoljanak bele ebbe a világba, amelyet az ívúti légópince, a felújított, berendezett és animált programokkal ellátott légópince fog majd nyújtani. Ugye reméljük, hogy mi hamarabb meg tudjuk majd látogatni a légópincét, de ugye amit elmondott, abból is egyértelműen látszik meg, amit eddig is tudtunk, hogy egy különleges kiállításról lesz szó, vagy tárlatról, és kuriózumnak számít. Tehát gondoltak arra, hogy hogyan lehet majd azt elérni, hogy azért ne csak Ózról és környékéről, hanem az ország, vagy akár külföldről is ellátogassanak ide, vagy az ország távolabbi pontjairól. Igen, egy nagyon fontos dolog is már most szintén tervezés és gesztorálás alatt van, ez a része. Hiszen egy nagyon fontos, ugye a mai világban, a fogyasztói társadalomban nem elég létrehozni valamit, azt fogyaszthatóvá kell tenni, ugye erre utaltam az animációkkal és az egésznek a bemutatásának a koncepciójával, és ezt az egészet el kell adni. Tehát nagyon nagy jelentős hangsúlyt szeretnénk fordítani a reklámjára, a promótálására ennek a lehetőségnek, mindezt úgy, hogy az egyéb turisztikai és szabadidős lehetőségek,
az egyéb attrakciók kell együtt egy olyan csomagot tudjon nyújtani, hogy a távolabbról érkező, aki ellátogat Ózdvárosába, az, ha már lejön, minél több időt tudjon eltölteni, semmiképpen ne éri az a csalódás, hogy egy-két óra élményben részesül, és utána ne legyen még lehetősége egyéb kulturális, vagy turisztikai, vagy szabadidős terméket fogyasztani. Hozzáteszem egyébként, a lehetőségek itt vannak, hiszen az uszodától, a nyári időszakban, a strandtól kezdve, akár a mandát is említhetném a már említett múzeum mellett, illetve a gyönyörű szép környezet, amellyel rendelkezik Úzd, tehát a bakancsos túrától kezdve a különböző kulturális elemek fogyasztási lehetősége, a különböző színi előadások és egyéb dolgok tudják biztosítani akár a többnapos itt tartózkodást is. Nyilván van egy másik szegmense is, amire nekünk kisebb a ráhatásunk, ez a vállalkozóknak a bevonása. Nyilván az nekünk ráhatásunk, hogy a vállalkozókat minél nagyobb számba bevonjuk, és próbáljuk meg indukálni arra őket, hogy teremtsék meg azokat a lehetőségeket, hogy minél több szállás lehetőség legyen. Hiszen ez a legfontosabb, hogyha valaki több kilométerről ide utazik, akkor szeretne utána megpihenni, szeretne rekreálódni, és ehhez meg a lehetőséget meg kell teremteni. Ugyanez vonatkozik az éttermekre is, hiszen ugye a gasztroturizmus is egy elválaszthatatlan eleme azoknak a szolgáltatásoknak, amelyekre nagy hangsúlyt kell fektetni, és még ráadásul itt ugye nem beszéltünk a távolabbi környezetről is, szóval nagyon fontos, hogy Szilvásvárad és Aktelek már régóta jól kiépített turisztikai desztinációk között fekszünk. És mindezekre igyekszünk a hangsúlyt, mint ahogy eddig is tettük, ezek után még jobban szeretnénk felhívni, hiszen így egy olyan komplex, egyedi, tipikusan ózdi, borsodi, és bővíthetném a kört, élménycsomagban részesülhet, amiben megismerheti az itteni embereket. Ennek egyébként, amellett, hogy in situ ad egyfajta szórakozás és kikapcsolódási lehetőséget, én úgy gondolom, hogy akár gazdaságélénkítő hatása is lehet, még ha nem is közvetlenül, mert van nyilván egy közvetett része, ami egyfajta bevételt képez az üzemeltetőknek, fenntartóknak, de van egy közvetett része is, hiszen az a vállalkozó, aki kikapcsolódni eljön a családjával, megismeri a helyi adottságokat, megismeri a helyi mentalitást, és vélhetőleg nagyobb szándékkal vagy jobb szívvel vág bele abba, hogy itt akár egy komolyabb infrastruktúrális vagy gazdaságfejlesztési dolgot végrehozzon, vagy létrehozzon. Nyitásra mit terveznek, ha már lehet nyitni? Hát anélkül, hogy ilyen túl nagy titkokat elárulnék, műsorra fogunk készülni olyan speciális tárlatvezetésekkel, olyan vetítésekkel, amelyek úgy gondolnám, hogy méltóak lesznek erre a turisztikai attrakcióra, amely meg fogja majd nyitni a kapuit. Lehetőség szerint a történeti részt is hozzá kapcsolnánk, olyan tudományos előadásokat is, hiszen azért elég széles a szakmai társadalma is Úznak és Úz környékének, és különösen ugye az úzi iparhoz köthető hagyományőrzők részéről, de szeretnénk egy könnyedebb részt is, populárisabb vonulatát is megcsillantani azoknak a szolgáltatóknak és előadóknak, akik itt Úzdon élnek, vagy Úzd környékén élnek, és hozzá tudják adni a magukét, ezáltal is szélesítve a repertoárt a nyitó alkalmával. Azt hiszem, sok úzdi várja már ezt a pillanatot, úgyhogy bízunk benne, hogy mi hamarabb megtekinthetjük a légópincét. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. A házasság hetét hazánkban idén már 14. alkalommal rendezték meg. A február 7-től február 14-ig tartó eseményhez városunkban évről évre több program is kapcsolódik. Idén az elköteleződés ünnepe a református templomban megtartott istentisztelettel vette kezdetét. Az Ózdi Művelődési Intézmények munkatársai a járványhelyzet miatt online módon igyekeztek felhívni a figyelmet a házasság, illetve a családi kötelék fontosságára. Ezerszer is igen. Ez volt a jelmondata az idei házasság hetének, amelyhez az Ózdi Művelődési Intézmények is csatlakozott.
Az olvasó a Frigy Próba nevű kvízjátékkal indította online eseménysorozatát, amelyben a szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy a párok mennyire tájékozottak a témával kapcsolatban. Így a kitöltők többek között arra kereshettek válaszokat, hogy mikortól vált a gyűrű a házasság szimbólumává, vagy hogy mely virág szimbolizálja az érdekházasságot. Az intézmény közösségi oldalán az érdeklődők egy online közvetítésbe is bekapcsolódhattak február 10-én. Az Őszintén a házasságról című összeállításban ismert párok beszéltek az együttélés szépségeiről és nehézségeiről. Az idei házasság hetének arcai Pál úr János orgonaművész és felesége Pál úr Kornélia. Ők 30 évvel ezelőtt mondták ki egymásnak a boldogító igent. A házas pár beszélt arról, miért érzik ajándéknak a másikat. Nagyon szeretem a férjemben azt, hogy nem keseredik el, hogy bizalommal tud a jövőbe tekinteni, hogy mondhatnám úgy is, hogy optimista, tehát a jó kimenetelre számít, mindig azt mondja, hogy Isten bármikor a sorsunkat jóra fordíthatja, amikor nehézségeink vannak, és ez így is van. Tehát hitben is, lelkileg is egy olyan támasz, aki napi szinten tud engem és a családot is támogatni. Minden reggel, még kutyafuttában is akár fölolvassa nekünk azt az egy-két mondatot az igéből, amit magunkkal vihetünk, mindig ellát bennünket valami jó útra valóval. Az eseménysorozat következő állomásán egy, még 2013-ban forgatott beszélgetést tekinthetett meg az, aki nyomon követte az olvasó közösségi oldalának online programjait. Csikai Sándor és felesége Csikainé Mihalik Éva a Pár percek című esemény alkalmával megismerkedésükről, a kereszténység által kijelölt útról és közös céljaikról is beszélt. Én azt hiszem, hogy az elköteleződésben nagy erő van, tehát az, hogy én valaki mellett szeretném az életemet leélni, és nem úgy, hogy én csak elvárom tőle, hogy mindent nézzen el, meg alkalmazkodjon, hanem nekem is ugyanezt adnom kell magamból. Akkor is, hogyha mint egy-két gyerek korábban nem nagyon volt ilyesmiben részem, hogy nekem testvérrel kellett volna valamit megosztani, tehát a korábbi fiatal éveimben is minden, ami a saját birodalmam, az csak az enyém, és akkor hát ebből voltak, kijött ez a különbözőség. Évának van testvére, úgyis nőttek fel jó testvéri kapcsolatban, és nálam ez hiányzott, úgyhogy nekem is sok újdonságot hozott ez a kapcsolat, és hát kihívást is, amit én tipikusan nem nagyon szeretek, én a nyugis kiszámítható dolgokat szeretem, de ez úgy, hogyha ránézek, akkor vállalom a kihívásokat is. A sorozat utolsó állomásaként az érdeklődők dr. Csókai András nemzetközileg is elismert idegsebész egy korábbi előadását tekinthették meg az olvasó közösségi oldalán. A Tiszti Kaszinó tükörtermében még 2013-ban megrendezett, egymásra hangolva elnevezésű eseményen a szakember saját házasságáról és az elköteleződésről is beszélt. Pénteken Tóth Melinda evangélikus lelkész gondolatait hallgathatták meg a nézők az Ózdi Városi Televízió Harangszó című vallási magazinjában. A házasság hetéhez kapcsolódóan televíziónk egy ózdi párt is felkeresett. Csák László és felesége Csák Németh Anita 4 évvel ezelőtt fogadott örök hűséget egymásnak. László az ózdi hivatásos tűzoltók csapatát erősíti, felesége pedig pedagógusként dolgozik egy helyi középiskolában. Gyermekük születése óta azonban 1 éves kisfiúkkal van otthon. Anitát egy telefonos beszélgetés alkalmával kérdeztük arról, mitől kiegyensúlyozott és harmonikus egy kapcsolat. Fontos dolognak tartom azt, hogyha összeházasodnak az emberek, akkor mindenképpen tiszteljék egymást, fogadják el egymást olyannak, amilyen, mind a jó, mind a rossz tulajdonságokkal együtt, hiszen ugye, hogyha már meg akarja változtatni a másik ember a párját, akkor az már nem biztos, hogy jól működő házasság lehet. Fontosnak tartom azt, hogy mondjuk a feleség nőnek érezze magát, és a férj tegyen ezért, és ugyanezt fordítva is, tehát hogy a feleség is éreztesse a férjével, hogy férfi, és azáltal, hogy a büszkék lehessenek egymásra. Fontosnak tartom még mondjuk azt, hogy közösek legyenek a célok, ez elengedhetetlen, hiszen egy életet fognak jó esetben leélni egymással,
illetve hát nálunk fontos még a humor is. Nagyon-nagyon szeretem, hogy meg tud nevetetni mindig a férjem. Illetve hát ami még fontos lehet, ugye a viták is elkerülhetetlenek, de igyekszünk mi is úgy élni a napokat, hogy ne feküdjünk úgy le, hogy nem oldjuk meg, vagy nem beszéljük meg ezeket a kisebb vitákat. Anitát arról is kérdeztük, hogyan juthat túl egy házaspár a nehézségeken. Van erre valamilyen recept? Lehet, hogy az ember tinédzser korában azt gondolja, hogy mennyire könnyű a felnőtt élet a házasság, de hát ugye ezen dolgozni kell, és tenni kell érte, és tényleg a párodnak valamelyest mankónak kell lenni mellette, tehát hogyha mondjuk az egyik fél éppen mély ponton van, akkor a másiknak tudni kell segíteni őt felemelni. Lehet, hogy mondjuk a szeretet nyelvét kell tudni a párodnak, hogy mi az, ami neki segítség. Ez lehet ugye a kedves szó, vagy lehet az együtt töltött idő. És hát mindenképpen a kommunikáció is fontos. Tehát, hogy mindent meg kell beszélni. Nem szabad szerintem átugorni dolgokon, tisztázni kell, hogyha félreértések vannak. Meg kell próbálni a másik szemszögéből látni a dolgokat, hogy nem csak a magunkét mondani, és nem elfogadni a másiknak a gondolatait. Persze a házasság szépségeit és nehézségeit nem csak azok élhetik meg, akik párkapcsolatban élnek, hanem azok is, akik még nem találtak rá életük szerelmére. Hiszen a könyvek segítségével a még egyedülálló férfiak és nők olyan történetekbe merülhetnek el, amelyekben megjelenik mindaz, ami ennek a hétnek a témája volt. Ebben nyújtott segítséget az intézmény által összeállított könyvajánló is. Idén február 9-ére esett a Biztonságos Internet napja. Ehhez évről évre olyan programok kapcsolódnak, amelyek elsősorban a fiatalok figyelmét hívják fel a világháló használatának veszélyeire. A járványhelyzet idén ugyan nem tette lehetővé, hogy a rendőrség ebben a témában előadást tartson az ózdi oktatási intézményekben. Különböző szervezetek, illetve telekommunikációs cégek azonban olyan kis filmeket készítettek, amelyek szemléletes módon jelenítik meg a problémát. Szinte nem telik el úgy nap, hogy valamilyen formában ne kerülnének terítékre az interneten járó veszélyek, aminek leginkább a fiatal korosztály van kitéve. Fontos kérdés, hogy ez a generáció a világháló előnyein kívül tisztában van-e annak kockázataival is. Ám minden bizonnyal arra sem tudunk megnyugtató választ adni, hogy maguk a szülők mennyire tudják kontrollálni azt, hogy gyermekük milyen tartalmakhoz fér hozzá az interneten. Többek között ezt a témát hangsúlyozzák azok az események, amelyek sok országban, így hazánkban is a Biztonságos Internet napjához kapcsolódnak. Idén ez február 9-ére esett. Ilyenkor a pedagógusokon kívül a rendőrség is igyekszik rendszeresen felhívni a figyelmet a problémára. Tavaly a Vasvárúti Általános Iskolában tartottak előadást az internet biztonságos használatáról. Idén a járványhelyzet miatt azonban az egyenruhások személyesen nem jelenhettek meg az intézményekben. Ám a téma egész évben napirenden van. Vannak olyan foglalkozások, amit közösen tartunk, fiúk, lányok együtt vannak, és amikor már azt látjuk, hogy különböző problémák vannak, akkor bontjuk ketté az osztályt. Rengeteg, többféle ismeretterjesztő rövid kisfilm szól az internetes zaklatásról. Nagyon szívesen használom a UNICEF-nek a kis rövid filmjeit, és ezek megnyitják olyan szinten a gyerekeket, hogy rengeteg példát mondanak, és behozzák a saját élményeiket, tapasztalataikat. Ezzel kapcsolatban nem azt mondom, hogy jók a tapasztalataim, hanem hogy nagyon gyorsan és nagyon könnyen megnyílnak, és ezek után nagyon részletesen át tudjuk beszélni, hogy minek mi lehet a következménye, és hogy miért rossz ez a másiknak, miért
rossz ez a, nem csak az áldozatnak, hanem annak is, aki elköveti. A tapasztalatok azt mutatják, hogy kisebb csoportokban a gyerekek könnyebben beszélnek a közösségi oldalakon megélt negatív érzéseikről, félelmeikről. Több úszdi iskolában az osztályfőnöki, illetve az informatika órák keretében érintik ezeket a kérdéseket. A fiatalok tudatos internet használatának kialakításában azonban nélkülözhetetlen a szülők szerepe, továbbá a velük való együttműködés is. A járványhelyzet ideje előtt nálunk működött egy szülőklub, ahol a szülők havi szinten megjelenhettek. Ez egy tematikus szülőcsoport volt, mindig egy-egy témáról tartottunk előadást, és utána egy kötetlen beszélgetést. És nyilván ott is érintettük ezt a témát, meg sok egyéb más témát is érintettünk, úgyhogy csak így tudjuk felhívni a szülők figyelmét. A másik pedig, hogy van egy Facebook csoportunk, egy iskolapszichológusi Facebook csoport, és egy Vasvárúti általános iskolás Facebook csoport, ahol az ilyen jellegű információkat meg tudjuk osztani. Nyilván tájékoztató jelleggel, és nem konkrétan, de igen, felhívjuk a szülők figyelmét erre. Más módon is elérhető, hogy a fiatalok képet kapjanak a világháló, illetve a közösségi oldalak használatán lehetséges veszélyeiről. Ebben idén a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézete nyújtott segítséget, a Gondolkodj mielőtt posztolsz című kisfilm segítségével, amelyben az internet hasznossága mellett annak árnyoldalait is kiemelik. Tavaly februárban a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark egyik programja is ehhez a témához kapcsolódott. Az eseményen a FOMO, Megosztod és Uralkodsz című magyar filmet vetítették le. Ezt követően a résztvevők a történet két szereplőjével beszélgethettek erről a kérdéskörről. A rendőrség is rendszeresen figyelmeztet a veszélyekre. Minden esetben felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 18 év alatti gyermeküket ne hagyják, vagy ha hagyják is regisztrálni ilyen közösségi oldalakra, próbálják meg figyelemmel kísérni, mert itt is ugye különböző oda nem illő dolgokat feltehetnek, magukról fényképeket küldözhetnek barátaiknak, ismerősüknek, amitvel későbbiekben vissza lehet élni, vagy vissza tudnak élni, ha nem megfelelő kezek, vagy illetéklenekhez kerül. Egy januárban végzett kutatási eredményből kiderült, hogy szinte valamennyi szülő naponta beszélget gyermekével a tanulásról és az iskolában történtekről. Azonban mindössze kétharmaduk tartja fontosnak, hogy ezt a világháló használatával és az internetes zaklatással kapcsolatban is megtegye. A probléma megoldásához azonban elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk ezzel a témával, hiszen az online térben számos trauma érheti a fiatalokat. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak. Amennyiben lemaradtak volna adásunkról, akkor ezt és minden más műsorunkat televíziónk honlapján vagy YouTube csatornáján nézhetik vissza. További szép estét kívánok! Viszontlátásra!